Bellon Gellért, püspök elmélkedése az üdvözlégyről. Üdvözlégy! Uram Isten, az angyal te küldted Názáretbe. A te követed volt, így a te szavaidat mondta a Szent Szűznek. Légy áldott, Uram! Te akartad megszegni a csendet, akartad megszüntetni a távolságot, és olyan közel lépsz, ahonnan meghalljuk üdvödet, ránk köszöntő üdvözletedet. Talán azért fakasztod annyi ajkon annyiszor az üdvözlégyet, hogy belevésd fejünkbe. Te vagy az, aki kezdted az Isten és ember közötti párbeszédet. Te vagy az, aki közeledtél hozzánk. Tied az első szó, és szent kezdeményezésed nem valahol messze távolban hangzik, hanem a köszönés közelségében. S talán úgy, hogy először meg sem ismerünk, rá sem ébredünk közelségedre. Annyira alkalmazkodol emberségünkhöz, kialakult szokásainkhoz, emberré aláztad és álcáztad magad, hogy közelünkbe jöhess. Tégy szabaddá leereszkedő szent kegyességeddel, magad kiüresítő és megalázó irgalmaddal. Mária, nem egyszer megmutattad a névadás által is, milyen igényes vagy Uram választottaiddal szemben. Előre nevet adtál fiadnak, Jézusnak. Előre ragaszkodtál Keresztelő János nevéhez is, sőt, te magad adtad Péter nevét. Szűzanyád nevét nem adtad előre tudtul, elfogadtad azt, amit az emberi lélek pillanatnyi ihletettsége vagy egy családi társadalmi forma megállapított számára. Milyen jó tudni azt, hogy szent anyádnak kiváltságos személyével kapcsolatban hangsúlyoztad. Külön, isteni beavatkozások nélkül is akaratod szerint mennek a dolgok. Te állsz ott az emberi történések mögött. Ha nem is mondod, ha nem is jelzed, ha nem is látszik istenséged felsége, te vagy mégis Ura gondolatainknak, érzéseinknek, cselekedeteinknek. Kegyelemmel teljes. Te állapítottad meg róla, Uram, hogy kegyelemmel teljes, akár abban az értelemben, hogy kegyeidet tetszéseid szerint maradéktalanul birtokolja, akár úgy, hogy lelke tele van a mennyei szépség és szentség elragadó kedvességével. De milyen csodálatos vagy, Uram, hogy ilyen egyszerű szavak alá rejted a kegyelmi történéseknek ezt a sorozatát. Hogy Krisztus érdemeire való tekintettel fogantatása első pillanatában kinyújtottad felé kezed és megtörted rajta a bűn és a romlás szigorú törvényeit és uralmát. És úgy rejtetted el belé az új élet, a kegyelmi élet csíráját, hogy maga sem tud erről, míg angyalod szava szóba nem foglalta ezt az egyedüli kiváltságot, ami őt Krisztus után a teremtmények elsőszülöttévé és a világ királynőjévé avatta. Egyszerű szavak, egyszerű otthon, egyszerű elány, és a világok a gonoszé omlanak, a világok az Istené épülnek az isteni csendben. Az Úr van veled.
Te, Urunk, ki hatalmas dolgokat művelsz karod erejével, mintha mennydörgések kezes bárányokká szelídülnének. A forró örvények és a szédítő mélységek csendes víztükörré simulnának. Te állsz, fölséges Urunk, ez ősztekintető lány mögött, s lelke dalos érzésein tudnom kell felfedezni téged, aki hatalmas és szent vagy. Áldott vagy te az asszonyok között. Mintha nem teljes értékű emberség lenne az asszonyság, a nőiség a világon. Felszabadításról beszélnek még ma is, és a férfi pályák megnyitását ígérik és követelik a nők számára. Mintha az otthon építésének és föntartásának apróságokkal bíbelődő kicsinyessége, maga körül forgása, szívós érzelmi telítettsége, a jövőket sejtő megérzések és a nem okoskodó, sokszor észszerűtlen áldozatok nem tartoznának hozzá az emberséges élethez. Te megáldott a szűzanyában ezt a nőiséget és asszonyiságot, hogy a mi átokként és szerencsétlenségként jelentkezik a legtöbb emberi életben. Az szentelődjék meg áldást vakasztóan, Máriában. Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Azt akartad, Urunk, hogy e világ elé lépő fiad anya mély gyümölcseként álljon elénk. Ezzel azt is akartad, hogy a gyermekét váró anya szív édes izgalmával és sóvárgásával várakozzunk rád. Ismeretlen sorsokat szíve alatt hordozó anyai lélek komorulás nélküli és rettegés nélküli bizalmával és megadásával hagyatkozzunk rád. Az anyakéz reszkető örömével és soha meg nem szűnő munkálkodásával fáradozzunk érted, és anyai szeretet véget nem érni nem tudó kitárulásával és áldozataival szolgáljunk neked. Mint ahogy te is anyamódjára szeretsz minket, és hordozol minket őszülésünkig szeretetednek méhében. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért. Benned találkozik az ég kegyelme és a föld nyomora. Milyenk vagy, de rajtad kívül mindnyájan bűnösök vagyunk, és az Istené vagy, méghozzá anyai hatalmad van rajta. Imádkozz hát! Most és halálunk óráján. Két döntő pillanatunk van, a jelen feladatai, gondjai, nehézségei, keresztjei, megoldatlanságai, zavarai és az élet lezárása, a halál órája. Nem fontos a tegnap, nem érdekes a holnap, most, ma dől el e pillanatban az üdvösségem, és a halálom óráján, amikor megfeledkezem én és mások belét kapaszkodni az egyház papjába és szentségeibe, akkor állj mellettem, imádkozz, emelj a mennyei hazába, asszonyunk Szűz Mária. Amen.